a látogatás célja? Elraboltak. Nyaralni jöttünk. A saját anyám. Itália annyira el tud lazítani. Itt igazán lazák az emberek. Szükséges a foglalási száma. Biztos rittyent nekünk egy helyes kis kábriót. Megi és a lánya számára. Úton vagyunk, édes kettesben, tudod, mint Thelma és Louise. Thelma és Louise lehajtottak egy sziklára. Jesszus! Bocsi! Bizony, itt mindenki laza. Ez volt a tökéletes nyaralás. Ő ez lenyűgöző, igaz? Buongiorno! Önök vették ki George házát. Luca? Megi, ez hihetetlen. Szia. Anya! Igen? Miatta jöttél? Nem, dehogy! Míg át nem alakult. Felkeltem anyát, hogy lásson téged. Buongiorno, Carmen! Csak udvarias volt. Úgyhogy megkettintenem. Haza kell utaznom. Azon vagyok, jó? A felhívás szexre itt az udvariasság egyik formája. A tökéletes szökésség. Mi van a garázsban? A reptérre megyek. Mindegy, nyanya. Hey, mamma! Elvitte anyát az alfámmal! Menjünk! Jó, menjünk! Aeroporto. Róma. Aeroporto. Az egyik barátom tévébe mondó. Talán, ha Summer bekerül a tévébe, jelentkezik. Van róla fotójuk? Ó, igen. Bella Carmen, magadnál hordod anyád képét? Néha egy utazás kell ahhoz. Na és, mi történt? Igazából az volt életem két legszebb hónapja. Hogy megtaláld a helyet? Párszor randíztunk, de mindig volt közben valaki más. Ott vannak! Summer! Mamma! Már csak egy szabad szobánk van. Alszom a padlón. Azt mondtad, a padlón alszol. Ott nem volt elég kényelmes. Kívánj egyet. Bár csak maradtam volna, és nem szaladok el. Még mindig sunázni való a testet. Mi van? Minden út Rómába vezet. Állj meg, anyám Rómába akar menni. A reptérre fognak menni. Most biztos el vagy telve magaddal. Igen. Március 3-ától magyar szinkronnal a mozikban.